Köszöntöm a Pannon televízió nézőit, Friedrich Gertrud vagyok. Mai hírháttér műsorunkban szó lesz a Topolya községbeli gazdasági fejlesztésekről. A stúdióba várjuk Topolya polgármesterét, Kislinder Gábort. Kapcsolunk majd Újvidékre, ahol Váradi Tibor akadémikussal beszélgetünk a Váradi kiválósági ösztöndíj kapcsán. De vendégünk lesz Agárdi József, biológus, és Visser Johan, a Zentai Kamara Színház igazgatója is. Számítunk a figyelmükre. Hamarosan új gyárrészlegek nyílnak Topolyán a Prosperitáti Alapítványnak köszönve. A topolyai ipari parkot folyamatosan fejleszti az önkormányzat, melynek köszönve egyre nagyobb az érdeklődés a befektetők részéről. A Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönhetően tavaly novemberben egy új 1000 négyzetméteres gyárcsarnok építését kezdte el az M-Commerce. Az új gyár a legmodernebb európai szabványoknak megfelelő digitális vezérléssel ellátott automatikus gépsorokon egyedi igényeknek megfelelő termékek legyártását teszi majd lehetővé. A beruházás értéke mintegy 3 millió euró. A termelékenység növelését, a külföldi piac megcélzását és új munkahelyek teremtését tudják megvalósítani az új gyárcsarnoknak köszönve. Mi a lapszabászattal és egyedi bútorgyártással is foglalkozunk, de ez ilyen kisipari szinten ment eddig, és látjuk, hogy itt nagyon sok az üres járat, és ez miatt az árak magasabbak, és nagyobb mennyiségben, hogy egyedi bútorokat tudjunk gyártani olyan áron, ami megfelelő a vevőknek. Ez miatt egy új gyárcsarnokot építünk, vagyis új gyárat, teljes új berendezéssel. Ez az új gyár, ez a bizonyos intelligens gyár, ami az ipari forradalom, negyedik ipari forradalomnak az eredményeit kihasználva teljesen új fölépítésű, belső fölépítésű gyárcsarnok lesz, és ezzel a külföldi piacot is meg bírjuk célozni, vagyis több mint valószínűen a termelésnek 80%-a kivitelre fog menni. 25 munkást kell, minimum 25-öt felvenni, de több mint valószínű, hogy még több is, több alkalmazott kell, mivel különböző munkákkal fog bővülni a termelés. És itten ezek az új munkaerők, ezeknek a továbbképzése már megindult, a tervezők, akik tervezni fogják a bútorokat, azokat már folyamatban van, már itt vannak a Németországban a tervező programnak a készítője, és kiképzésen van, vesznek részt a mi alkalmazottaink, de ugyanúgy a környékben lévő asztalosoknak is nagy segítség lesz, mert félkész terméket elkészítjük gyorsan, olcsón, és nekünk csak a szerelés marad, és ezáltal sokkal több konyhabótot, vagy bótot, vagy kis szekrényt tudnak elkészíteni, mert eddig odahaza mérték, vágták, próbálták, ragasztották, ezt mi gyorsan elvégezzük, és nem lesz a mi áraink nem lesznek nagyobbak, mint ahogy ő neki eddig az odahaza elkészített bótor része volt az ár. A topolyai Kaprioló cég több mint 20 országba szállítja kerékpárjait. Az elsősorban exportorientált cég vezető szerepét a szerbiai piacon is igyekszik megőrizni. A Prosperitáti Alapítvány kiemelt jelentőségű gazdasági fejlesztések kombinált támogatásának köszönve többek között felújítják a festőüzemet, bővítik az irodahelységeket és bővítik a kerékpárgyártást is. A fejlesztéseknek köszönve a foglalkoztatottak száma 180 főre növekedhet. Kerék abroncs és kerékgyártó gépsort vásároltunk meg, és annak a csarnokát fogjuk létrehozni. Ez mellett még egy 2000 négyzetméteres csarnokot, ami szintén ezeknek az üzemeknek az alapanyag és a késztermék raktár rozását fogja elősegíteni. Még újítások vannak a gyárunkban, a festőüzem, ahol olyan pisztolyokat sikerült vásárolnunk, olyan festőpisztolyokat sikerült vásárolnunk, amikkel olyan finom festést tudunk csinálni, ahol a matricázás lakkal át tud kerülni, ami ugye a nyugati igények szerint nagyon fontos számunkra, és így sokkal több kerékpár tudunk
Nyugat-Európa felé szállítani, mint idáig. Amikor a tavalyi év közepén a Prosperitatéval aláírtuk, vagy év vége felé aláírtuk a szerződést, akkor 150 munkásunk volt, és most már azóta 158-an vagyunk, tehát 8 új munkást vállaltunk be, de még el se készült a befektetés. Úgy gondoljuk, hogy ha elkészül a befektetés, akkor olyan 180-an leszünk, az egy 30-35 ember alkalmazását jelenti majd a Caprioló számára. Nemrégiben Magyar Levente, magyar miniszterhelyettes, Babits János szabadkai főkonzul és Pintér Attila belgrádi nagykövet, valamint a Prosperitáti Alapítvány képviselői és Pásztor István a VMS elnöke is meglátogatták a topolyai kerékpárgyárat és bútorgyárat. A magyar kormány mintegy 30 milliárd forintot fordít a nagyléptékű vajdasági támogatásokra, amelyek a közeljövőben valósulnak meg. Néhány héttel ezelőtt a jó időben új útszakaszt kezdtek kiépíteni a Topolyai Ipari Parkban. Az önkormányzat saját eszközeiből több mint 9 millió dinárt fektetett be. A tartományi nagyberuházási igazgatóság pályázatán a Topolyai Ipari Zóna utainak kiépítésére több mint 50 millió dinárt nyert Topolya önkormányzata, amelynek köszönve az ipari park északi részének minden parcelláját beköthetik a forgalomba. Először a tervdokumentációkat kellett megalkotni, a vízre szennyvízre gondolok, és a 2017-es évben mintegy 40 millió dinár értékben ez meg is valósult, egyébként közel 14 milliós tartományi támogatással, és hát nyilvánvalóan utána még egy utat építettünk, 9,5 millió dinárért, ez jelenleg is folyamatban van, és ugye a nagy áttörés, ha szabad ezt mondanom, ez a következő 50 millió dináros beruházás, amelyet a nagyberuházási igazgatóságtól kaptunk, és itt ki szeretném fejezni a hálámat Nagy Ottónak a logisztikai segítségét is, aki igazgató helyettesként ténykedik ott. Ez azt fogja jelenteni, hogy lesznek olyan parcelláink, 8 olyan parcella, ami teljes ellátottsággal fog rendelkezni. De ide jön egy befektető, akkor meg tudja kapni a komplett infrastruktúrát, és ennek nagyságrendileg, hisz mindig a gazdasági árak függvényében, de ez nagyságrendileg négyzetméterenként olyan 3 eurót jelent. Ez azt jelenti, hogy ezzel mind be is bizonyosodott versenyképesek vagyunk, és igen szívesen jönnek a befektetők ide Topolya községbe, ide Topolyára, és azt gondolom, hogy a jövőben ezt ki kell használni. Az egyre kedvezőbb infrastruktúrának köszönhetően újabb befektetők vásárolnak parcellákat. Kiemelhetném a Pardalottét, a Pánácki Organikot, a Midmaszt, és ugye legutóbb, amiről már sokat hallottunk, a Kitét, a magyarországi Kitének a helyi leányvállalatát, ami Újvidéken van bejegyezve, ami azért kimondottan fontos, mert a John Deere traktorokat fogják többek között itt is értékesíteni, és azt gondolom, hogy ez felviszi az ázsiónkat, hisz másfél kilométerre van az autóút, közvetlen mellettünk van a nemzetközi vasút, amit oly sokat emlegetnek az utolsó időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó időszak vár az ipari parkra, ez egy sikertörténet tud lenni. Az önkormányzat 2018-ban további 10 millió dinárt szán az ipari park fejlesztésére, valamint 6 millió dinár értékben egy transformátor építését is támogatja. A közügyek vendége Kislinder Gábor, Topolya polgármestere. Köszöntöm nálunk. Sok minden elhangzott itt a bejátszásban, egy picit beszélgettünk is itt erről, többek között az is, hogy 10 millió dinárt különítettek el idén az ipari parkra, sok más szám is elhangzott. Milyen befektetéseket terveznek? Az ipari parkra, lévén az ipari parkról szó, akkor 10 millió dinárt önrészként láttunk elő. Tudjuk azt, hogy a bejátszásból is hallottuk, hogy nyert az önkormányzat 50 milliót a nagyberuházási alaptól, és önrészt így nem kell hozzá. Akkor a megmaradt eszközt mi úgy gondoltuk, hogy szintén az ipari parkban lesz elkötve. Tudjuk azt, hogy a trafó rendszer, tehát a víz villany hálózatnak a módosítása, lévén azt, hogy akkor, amikor tervezve lett az ipari park trafó rendszere, vagyis a víz villany hálózat, akkor nem tudtuk pontosan, hogy mekkora kapacitás, hogy milyen mennyiségű áram kell, és akkor most már ezt pontosan tudjuk, és akkor ennek kapcsán ezt az eszközt kihasználjuk. Mi örülünk annak, hogyha nyerünk pályázatot, és önrész nincs, akkor ez azt jelenti, hogy hamarabb megvalósulnak azok a tervek, amiket mi szeretnénk megtenni, és ez az ipari park, ez természetesen így sokszorosan igaz, mert tavaly is nyertünk az ipari parkban, önrészből is a vízhálózatot újítottuk, a kommunikációkat, és természetesen ezeket az összegeket, amiket hát a befektetők
ők a pályázatok, a odaítéléskor az ipari park részeiben összeszedett eszközök, vagy befizetett eszközök, azok is az ipari parkban vissza lesznek fordítva. Úgyhogy ezt utak is épülnek. Jelen időben és múlt időben is. Kik használják ezeket az utakat? Hát az utakat a befektetők, és akkor az utak, ez a kommunikáció, ami az ipari parkot, tehát a meglevő vállalatokat, vagy a következő cégeket, amik alakulnak, azokat mindenképpen össze kell kötni a kommunikációval, és a keleti terelő útra lesz ez bekötve, a terelő út az pedig hát összeköti az Enta és a Becsei utat, és egyben az autóút felé, ha úgy tetszik, a Tisza felé is, és a vasút felé, ami 400 méterre van az ipari parttal, úgyhogy ezek azok az előnyei, ami az Topolyai ipari parknak esetleg tetszik a befektetőknek. Új lakói is lesznek az ipari parknak. Milyen cégekről van szó? Igen, hát egy most az idén is alá lett egy írva a Kite, egy logisztikai központ, mezőgazdasági gépek, tehát John Deere szervizelése és úgymond egy logisztikai mezőgazdasági termékek átvétele is itt történik, és egy úgymond termelő, befektető és logisztikai központ a termelés elősegítésére és szakkáderok beiktatása, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos a termelés szemszögéből, és ennek a logisztikai központnak a Topolyán lesz a központja. Én azt gondolom, hogy ez lesz. Lesz a tejgyár, ami most húzódik azzal, hogy a terveztetés ugye egy tejgyárnak külön feltételeket meg kell teremteni. Azt úgy gondolom, hogy az idén el kell kezdődni. El fog kezdődni, és valahol reményeink szerint be is fejezik az idén. Tehát ez a logisztikai központ, ez biztosan meg fog épülni, minden jel arra utal, az engedélyeztetések folyamatban vannak, a feltételek rendben vannak, és az elektrovajvodinával, tehát azok, akik ezt a rendszert össze kell a trafóval és a villany szolgáltatással, azokkal is folynak a tárgyalások, terveztetések folynak. Én azt gondolom, hogy mire elkészülnek a csarnokok, akkor a rendszer is, tehát a kommunikáció is, a kommunális minden a legnagyobb és a legjobb ütemben halad, hogyha én ezt jól értem. Jó hírekkel érkezett, jó hírekről beszél, és van itt még egy jó hír, ami igen fontos a lakosság számára, hogy új munkahelyek is teremtődnek. Hát mi ezt nem csak azért tesszük, azért, hogy ez a befektetést vonzon, hanem lényegében azért, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy könnyű, tehát ne a bürokrácián és az útvesztőiben tévejegjen a befektető, hanem próbálunk mindent úgy megteremteni, segíteni a befektetőnek, amiben tudunk. Természetesen a érdekünk az, hogy minél előbb készek legyenek ezek a csarnokok. Ez azt jelenti, hogy minél előbb munkások is úgymond elkezdjenek dolgozni, ami nagyon fontos a Topolyai szemszögéből, és én azt gondolom, hogy itt mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a befektetők sikeresek legyenek, befejezzék a befektetéseket, és mindenki előbb munkába tudjanak állni. Ez nagyon fontos minden szempontból, egy a családok jövedelmét, ha tekintve dolgozók itt maradása tekintetében is, és nem utolsó sorban természetesen adók, járulékok kapcsán is sokat jelent az önkormányzat. Meg egy utolsó kérdés. Mi a helyzet a Prosperitáti Alapítvány pályázataival? Mennyien pályáznak Topolya községben? Hát, milyen az érdeklődés? Hát én Topolya Post több száz pályázat volt ugye az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy sok sikeres pályázó. Valamikor a statisztikai adatokat most így pontosan nem tudom, de voltak pályázatok, ahol a benyújtott pályázatoknak 80%-a nyertes volt, ami egy nagyon jó arány. Azt jelenti, hogy akik próbálnak pályáztatni, itt a fejlesztési társulás és a mezőgazdasági társulások is olyan terveket és segítséget nyújtanak a pályázóknak, hogy sikeresek a pályázók, ami nekünk nagyon fontos. Itt mezőgazdasági eszközökből már mi raktunk idő előbb is oda ezekre a célokra, hogy fejlesztjük azt a programot, amiben tudunk segíteni a befektetőknek, és biztos az is, hogy van érdeklődő befektetők részéről, akik olyan programokat és víziót tudnak felmutatni a pályázatok kapcsán, amit a Prosperitáti Alapítvány tud támogatni. Ez nekünk nagyon fontos, mi próbálunk mindent megtenni a vállalkozók érdekében is, hogy sikeresek legyenek, nekünk ez létfontosságú, minden szempontból, közösségépítésből, ittmaradás kapcsán, és természetesen elsősorban a családok boldogulása az fontos,
meg hát a fiataloknak a munkateremtése biztos, hogy jelentős kell, hogy legyen ebben, jelentős szerepet kell, hogy legyen. Így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést, további sikereket kívánok Topolyának, Topolya polgármesterének, Kislinder Gábornak. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Óta létezik a Váradi Kiválósági Ösztöndíj. A támogatás a posztgraduális képzésben résztvevő egyetemisták számára nagy könnyítés lehet tanulmányaik finanszírozásában. Kolléganőm Toma Viktória Újvidéken az Európa Kollégiumban Váradi Tibor akadémikussal készített interjút a Kiválósági Ösztöndíj kapcsán. Váradi Tibor világhírű jogász, akadémikus 2013-ban döntött úgy, hogy magánjövedelméből 100 000 amerikai dollárt biztosít a vajdasági magyar tehetséges fiatalok felkarolására. Mindezt azzal a céllal, hogy ösztönözze őket az egyetem elvégzése után a mester, illetve a doktori fokozat megszerzésére. Az MNT úgy szintén ekkora összeggel járult hozzá az ösztöndíj alaphoz, és ezzel létrejött a Váradi Kiválósági Ösztöndíj Hitelalap. Azóta minden évben meghirdetik a két felhívást, vagyis a mester és a doktorandusz képzésekre vonatkozókat. Pályázni azoknak van lehetőségük, akik első ízben nyertek felvételt Szerbia területén akkreditált posztgraduális akadémiai mesterképzés első, illetve második évfolyamára, valamint magyar nyelven végezték általános és vagy középiskolai tanulmányaikat. Ők az odaítélés napján meghatározott legnagyobb adómentes szerbiai ösztöndíj havi összegében részesülnek. Azok a tanulók is támogatásban részesülhetnek, akik már doktori képzésen vannak. Számukra havi 160 euró dinár ellenértékét ítélték meg, amit hitelformájában kapnak meg. Tanulmányi átlaguktól függően részben vagy egészben kell visszafizetniük. A 2017-ben kiosztott ösztöndíjban a mesterhallgatók közül 40, a doktoranduszok közül pedig 20-an részesülhettek támogatásban. Az Újvidéki Európa Kollégiumban minden évben megszervezik a Váradi Kiválósági Ösztöndíj program ösztöndíjasainak és Váradi Tibor akadémikusnak a személyes találkozóját, ahol megosztják az egyetemisták az élményeiket, illetve az eddigi tanulmányi eredményüket a professzor úrral. Miért tartja fontosnak ezt a személyes találkozást az egyetemistákkal? Hát először is jól esik, másodszor azt hiszem van értelme, hogy a diákok egymás között is megosztják a tapasztalataikat. Ennek az egész ösztöndíj programnak egy kicsit az egyik háttere és mozgató ereje egy közösségépítés. Persze a közösség nem csak azokra korlátozódik, akiknek ösztöndíjuk van, de nagyon fontos, hogy ezek is tudjanak egymásról, és tudjanak arról, hogy egy szélesebb vajdasági magyar közösség tagjai, és emiatt ilyen kommunikáció, tapasztalatcsere, ennek van értelme, és azt hiszem, hogy kellemes is. Egyre több az ösztöndíjas, ezt hogyan értékeli, vagy mit gondol, az ösztöndíj is serkenti az egyetemistákat a továbbtanulásra? Hát az ösztöndíj az segít, persze, de ez nem önmagában elég, az ösztöndíj segít, ahhoz, amivel én járultam hozzá, ahhoz mostan más adományozók is hozzájárultak, tehát ez most már nem csupán amit az én hozzájárulásom volt, ami szintén azt mutatja, hogy valamiképpen szélesedik ez a dolog. És hát egy roppant fontos tényező az is, hogy ezek a fiatalok, ezek a szakértelem útján indulnak meg, és hát ez az egyik módja, és talán az egyik legbiztosabb módja egy normális, sikeres életnek a mi közösségünkben. Más módja is vannak, de a posztgraduális stúdiumok mindenképpen egy esélyt teremtenek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Váradi Tibor akadémikussal beszélgettem az Európa Kollégiumban Újvidéken.
Most tartunk egy rövid szünetet, majd folytatódik a közügyek műsorfolyam, amelyben a világméretű méhpusztulással és a Zentai Magyar Kamara Színház tájulásával is foglalkozunk. Maradjanak velünk! Teraz zajedno sa nama, jako važno ukazali ste na tam istu godinu. Industrija osiguranja u prethodnim decenijama beleži osiguranje kod nas i dalje uspešno. Iako govorimo o najvažnijem zadovoljavajuće, hvala vam što se interesuje temom i da imamo nagled generalnom direktoru Ovljan ili ne. I ja sam sigurna vođu dinamikom nekad ne. Április 8-án országgyűlési választást tartanak Magyarországon. Ha még nem tette meg, regisztráljon. Ha nincs magyarországi lakcíme, akkor regisztráció nélkül nem szavazhat. Persze, ha már regisztrált korábban, akkor nincs más dolga, várja a szavazási levélcsomagot, azt töltse ki és küldje vissza. Voksoljon ön is, most már megtehetjük. www.választás.hu És már is itt vagyunk, folytatjuk a műsor folyamat. A közügyekben a téli méhpusztulásról beszélünk, majd a Zentai Magyar Kamara Színház tájolásáról számolunk be, de Szegedre is ellátogatunk. A méhpusztulás globális problémává vált, a növényvédőszerek használata és az élősködők terjedése miatt minden harmadik egyed elpusztul. Télen és kora tavasszal átlagban 10-20%-os a méhek elhalálozása a kaptárakban, ám az utóbbi években e veszteség világszerte sokkal nagyobb méreteket ölt. Az Egyesült Államokban a méhpusztulás okozta veszteség jelenleg eléri a 65,5%-ot, ami majd ötszöröse a 10 évvel ezelőtti 14,5%-nak. Európában még nem ennyire drámai a helyzet, itt átlagban 22%-ot tesz ki akár. A méhpusztulás Szerbiát sem kerüli el, az utóbbi években volt ugyanis, hogy akár 40%-os veszteség is érte a hazai méhészeket. Tél végén, tavasz elején a gyakorlott méhészek egy stetoszkóp segítségével vizsgálják meg a kaptárakat. Amennyiben a méhraj felbojdul, az jót jelent, de ha elcsendesedik és úgy marad, akkor azt a kaptárat meg kell vizsgálni. Sarok Sándor több mint 25 éve foglalkozik méhészettel. Szerinte nagyon fontos, hogy a méhek kellő mennyiségű és megfelelő minőségű táplálékhoz jussanak a téli időszakban. Már január vége felé meg kell nézni, ha körülbelül plusz fok
kettőtől 8 fokig, ha van, hogy mennyi élelem fogyott, és ha úgy láss az ember, hogy nincs nekik elegendő, okvetlen cukorból, tehát pogácsát, vagy milyen lepényt kell berakni nekik élelemnek, hogy ők átbírják a bizonyos időt telelni, tehát nehogy éhen pusztuljon. És körülbelül egy hónap vagy 3 hét múlva megint le kell ellenőrizni, mert történhet az, hogy a nagy hidegeknél, de már megkezdődött a fiasítás, nem mennek árébb egy lép utcával, hanem ott maradnak helyben, és a fél lepényt elfogyasztották, másik fél lepény ott maradt, és ők annak ellenére éhen elpusztultak, mert melegítették volna a fiasítást. A táplálás mennyisége és gyakorisága azonban a kaptárfajtáktól is függ. A legtöbb méhész a mai napig klasszikus fakaptárakat használ. Elek Ferenc 120 kaptáros méhészetében azonban hőszigetelt hungarocell kaptár is található. Az egy új dolog a méhészetben, ami megvannak a saját előnyei is, hogy a méhék jobb szigetelt házba, lakásba, kevesebb mézzel és könnyebben áttelelnek. Ez mit jelent tehát? Körülbelül hányszor kell letetni a klasszikus kaptárba, illetve hányszor a hungarocell kaptárba? Ja, hát a hungarocell vagy sztiropor kaptár, ugye, hát abba jó, téli jó felültetés mellett pogácsátra nincs szükségük. A klasszikus kaptárban még az élelmet is mellett megeszik, meg még a pogácsára is szükség van. Szóval mondjam úgy, hogy hatványozott előnyei vannak a hungarocell, vagyis a sztiropor kaptáraknak. A méhészek megtesznek mindentőlük telhetőt, hogy az állományt szaporítsák. A szakemberek azonban mintegy 17 méhekre káros tényezőt tartanak nyilván, amelyek között szerepelnek a genetikailag módosított növények is, valamint azok a permetszerek, amelyekkel a napraforgó, repce, szója és kukorica betőmagot kezelik. Károsak azoknak a gyógyszereknek a mellékhatásai is, amelyekkel a méhcsaládokat kezelik a különböző betegségekkel és élősködőkkel szemben. A globális szinten végbe menő méhpusztulás okai között kiemelt helyen szerepel a varroa atka, amely mintegy 10 olyan vírust is terjeszt, amelyek megölik a méheket. Egész évben küzdeni kell a méheknek az egészséget, hogy megvédjük. Főként, hogyha azt nézzük, telelés előtt nagyon fontos az, hogy ezt az úgynevezett ázsiai atkát, varroatkát, ezt el kell távolítani minél jobban, mert valójában ez egy olyan éleskedő állat, ami méheknek a szövetét teljesen kiszívja, és a kis méhecske ezúttal elpusztul. Na ezt az úgynevezett varroatkát, ezt kell eltávolítani. Ez egyik a fő célunk és fő dolgunk. Ezt mi télen át leginkább oxálsavval szoktuk kezelni, ami megteszi magáit, és nagyon nagy mennyiségben hatásosan kileveszi a méhatkákat. A temerini méhészek tavaly 30%-os méhpusztulást tapasztaltak. Bár az idei veszteségeket csak a fagyok elmúltával lehet majd felmérni, a kistermelők egyelőre úgy vélik, hogy az idén sokkal jobb a helyzet. Én általában meg szoktam duplázni, adnak a mennyiségnek, amin van. De sokan sokkal többet, mivel hogy rajokkal foglalkoznak, én meg méh családdal, és mivel méz termeléssel jobban foglalkozok, mint méh szaporítással, tehát a minimálisra azt nézem, hogy csak a rajozást megfékezzem. A termékeket nyilván értékesíteni is kell, van erre lehetősége itt nálunk? A termékeket mindössze itt nálunk a temerini piacon értékesítsük, de különben nagyban, hát még a régi Jugoszlávia időben lehetett, és azóta megszűnt, tehát nagyon egy szóval kevésbé tudunk vevőre találni, ameddig tisztességesen bennünket kifizetne, és jó pénz vagy értéket adnának a mézért. Tavaly ősszel csak Topolya község területén mintegy 650 méhcsalád esett áldozatul egy 6 négyzetkilométeres területen történő vegyszerezésnek. Becslések szerint az anyagi kár elérte a 100 000 eurót. Hamarosan megkezdődik a méhészeti idény, de a minisztérium által ígért kártérítést még mindig nem kapták meg a károsultak. A
A közügyek vendége Agárdi József, biológus méhész. Köszöntöm itt nálunk a közügyekben. Jó estét kívánok! Mi az, ami még normálisnak, elfogadhatónak mondható a téli méhpusztulás kapcsán? Hát mondjuk úgy, hogy az irodalom, a szakirodalom azt mondta valamikor, hogy az az 5-10%-os téli méhpusztulás, az még úgy elfogadható. Tehát az általában körülbelül külső környezet hatására történik. Tehát vagy anya elpusztul, vagy valami. Ez az elfogadhatónak tartó. Sajnos az utóbbi években ez a pusztulás sokkal nagyobb százalékú, tehát 30-40%-nak is kitehető. Több oka lehet. Persze itt az embernek a legnagyobb hatása van. Az egyik az a különböző vegyszerek használata. Csírázásra használt növények, úgynevezett neonikotinoidok, amelyek az ipari növényeknél használható, napraforgók. Télelőtt mi napraforgóra visszük a méheket, és azok nagyon megsínlik azt a vegyszernek a hatását. Tehát a vegyszerek kifogásolják, a másik pedig az ember maga a méhész. Sajnos sokszor túl sok mézet veszünk el tőlük, kevés élelem marad a méheknél, és a harmadik persze ez az atka, amely már nagyon régóta tizedeli a méhkaptárokat. Az utóbbi időben nem csak az atka, hanem az atka által terjesztett vírusok. Nagyon sok vírus van, és ezek a vírusok teljesen el tudják tüntetni a családokat. Most elmondta, hogy mi az oka ennek, hogyan védekeznek. Hát ha nagyon tudják, hogy mi az ok, akkor igen, lehet, hogy védekezni igen is tudnak. Hát sajnos nagyon nehezen tudjuk ezt elfogadni, nagyon nehezen tudunk ezzel ellen védekezni. Sokszor nem is tudjuk, milyen vegyszereket használnak a gazdák az ipari növényeknél, nem mondják el nekünk, mi meg nem tudunk hozzájutni. A másik pedig nagyon be kell tartani a nagykönyvbe előírt szabályokat, hogy kell a méheket beteleltetni. Tehát azt jelenti, hogy nagyon sok élelmet kell hagyni számukra, és virágport. A virágpor is nagyon fontos szerepet játszik a teleltetésben. Tehát a méz adja az energiát, a virágpor pedig az ellenálló képességet fejleszti ki a méheknél. Olyan környezetbe kell elkészíteni a családokat, ahol rengeteg virágpor van ősszel. Ez meg egyre nehezebb és nehezebb. Tehát ezek azok a dolgok, amire nagyon oda kell figyelni. Nagyon oda kell figyelni, és azzal talán valamennyire le lehet csökkenteni ez a téli veszteség. És még, ami például a télen észrevehető, az pedig, hogy ezek a nagy éghajlat változások, hőmérséklet változások. Tudja, az élőlények sok mindenre alkalmazkodnak, nagyon alkalmazkodó képessége van az élőlénynek, de azt nem tudja elviselni, ha hirtelen történnek a változások. Most is itt arról van szó, nap mint nap változik az időjárás. Így van, plusz 5-ről 3 nap múlva mínusz 20-ra, ezt a méhek nem tudják tökéletesen elviselni. Mi van akkor, hogyha télen beköltöznek a háztetők alá, a méhcsaládok, vagy a garázsba, a tető alá? Mit tudunk ilyenkor tenni? Hívjunk egy méhészt, vagy füstöljük ki, vagy mit csináljunk? Hát legjobb, hogy az általában össze szokott történni. De ha és még mindig ott van télen is. Igen, de akkor nem veszük észre, kora tavasszal veszük észre, amikor ők kezdenek kirepülni. Tehát lehet ilyenkor, amikor fölmelegszik az idő. Hát legjobb, a méhész egyesületnek van elnöke, és vagy vezetősége, és azoknak jelentkezni, ők szakszerűen tudják eltávolítani. A felügyelőségnek is lehet, általában az állategészségügyi felügyelőségnek is jelentkezni, mert ők akkor hívják az egyesületből egyes méhészeket. Így van, és akkor ők kimennek, föl vannak szerelve, és el tudják távolítani. Az a legjobb, ne próbálkozzanak, főleg, ha nincs fölszerelés, és ha bent a házban veszélyes van gyerek, stb., akkor nem érdemes vele foglalkozni, hívjanak föl bármelyik méhészt a közelből, segíteni fog ilyen esetben. Meg egy utolsó kérdés, afrikanizáció.
Veszélyes-e Európára? Ugye az Egyesült Államokat nagyban fenyegeti most ez az afrikanizáció. Hát sajnos az az afrikai méhek, azok elterjedtek Amerikában, azoknál az a baj, hogy nagyon agresszívak, de nagyon sok mézet hoznak. És az amerikai méhészek gondolták, hogy karban tudják tartani valahogy ezt a két jó tulajdonságot, nem sikerült, és az afrikanizált méhek nagyon terjednek, veszélyesek is lehetnek az emberre, Európára még egyelőre a tudomásom szerint nincsen nagyobb veszély, nem kerültek át a nagy óceánon. Köszönöm szépen Agárd Józsefnek a beszélgetést, és akkor várjuk a tavaszt. Szívesen. Szombaton Óbecsén vendég szerepelt a Zentai Magyar Kamara Színház az Autótolvajok című vígjátékot a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben teltház előtt mutatták be a közönségnek. A társulat megalakulása óta viszi előadásait vidéki helyszínekre. Legközelebb a magyar csernyeiek láthatják majd az autótolvajokat. Vastapsa jutalmazták az óbecseiek a tragikomikus autótolvajokat. A Zentai Magyar Kamara Színház társulata szombat este vendégszerepelt Német Ákos vígjátékával a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. A különböző előadásokat nagyon szívesen látjuk, és azt hiszem, hogy a közösség és a direkt kapcsolatok azok másmilyenek, mint amikor a tévében leülünk és nézünk egy dobozt. Azt hiszem, hogy ez vonz bennünket, és azt hiszem az, hogy vannak ilyen jó fiatalok és tehetségesek, mint ahogy a mai előadást is láttuk. A színházak tájolásának fontos közösség megtartó szerepe van. Éppen ezért nagyon nagy jelentőséggel bír az, hogy olyan településekre is eljutnak, ahol nincs színház vagy állandó társulat. A zentai színészek közül néhányan családtagok, ismerősök előtt léphettek színre Óbecsén. Mindig kicsit több izgalom van bennem, amikor hazatérek. Aztán, amikor a színpadra lépek, akkor igyekszem ezt kizárni, de például most is éreztem az első két percben, hogy akármennyi ideje foglalkozik ezzel az ember, ugye most már 5 éve dolgozunk a Kamara Színházba, ezt az izgalmat akkor se lehet legyőzni, de külön öröm számomra, hogy itt játszhatok Becsén az ismerősök előtt, hogy ők is látnak engem hosszú idő után. Német Ákos írta a szöveget, akinek az apósa óbecsei, és ez a hasonlóság köztünk, az én apósom és anyósom és a feleségem családja is óbecsei. Ők nem látták még az előadást, úgyhogy ez egy jó alkalom volt arra, hogy ők is eljöjjönek, de hát nem csak ők voltak itt ma este, úgyhogy mi is a színpadról hallottuk azt, hogy szerették az előadást, és remélem, hogy felejthetetlen élményt nyújtott a számukra. A társulatnak új tagjai is vannak, nekik ez az első bemutatkozásuk a szélesebb vajdasági közönség előtt. A többiek már ebben nagyon rutinosak, és hát Áron és én próbálunk így valahogy felzárkózni hozzájuk, és hát ez, ennek megvan a maga szépsége is, minden közönség más, minden falu más, minden atmoszféra más, és szerintem ez nagyon jó dolog, hogy olyan helyekre is próbáljuk eljuttatni ezeket az előadásokat, ezeket a gondolatokat, történeteket, tehát olyan helyekre is, ahol nincsen hivatásos társulat, vagy nincsen színház. Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör az utóbbi néhány évben számos magyar nyelvű színházi előadást látott vendégül a színpadán. Főleg zenés, illetve humoros előadások azok, amik megjelennek itt, de hál' Istennek általában teltházassak a produkciók, és ezt remélhetőleg a jövőben is így tudjuk folytatni, és nagyon örülünk, hogy a Magyar Nemzeti Tanács is a hivatásos színházak tájolását, vidéki tájolását támogatja. Bízunk benne, hogy ebben a programban is majd bekerül a Petőfi Kultúrkör. A Zentai Magyar Kamara Színház Autótolvajok című előadásának következő állomása március 17-én Magyar Csernyén lesz, Óbecsén pedig legközelebb március 24-én lesz vendégelőadás, amikor a Városi Színházban az Újvidéki Színház kis magyar pornográfiáját láthatja majd a közönség. A közügyek vendége Visser Johan igazgató, a Zentai Magyar Kamara Színház igazgatója. Köszöntelek itt nálunk a műsorban. Kollégák vagyunk, ezért most itt
beszélgetés alatt is tegeződünk. Hallottuk, láttuk itt a bejátszásban, hogy a Zentai Magyar Kamara Színház tájol. Miért van szükség a tájolásra? Hát én azt hiszem, hogy tehát amióta a Zentai Magyar Kamara Színház létezik, azóta a Zentai Magyar Kamara Színház tájol. Amióta ugye én rögtön az elején kerültem oda igazgatónak, és én fontosnak tartottam akkor is és ma is, hogy mindenhova eljusson a színház vajdaság minden kis részébe. Tehát nem csak a környéken vendégszerepeltek, hanem elmentek Bánát talán legmesszebb pontjára. Elmegyünk, ahova csak tudunk, ahol van kapcsolatunk, ahol van olyan színpad, ahova fölmertünk, ha nincs olyan színpad, akkor kicsit kisebbre vesszük a dísztetet vagy a lépéseket, és akkor beférünk. De nem itt kezdődött a tájolás az én életemben, hanem még a diplomálással együtt ott 95 környékén, amikor a monodrámámnak készült az Égigérő fa című mese, egy személy, vagyis két személy még készítette, sőt, még több segítője is volt, de a Kaszás Éva csellistával jártuk a vidéket. És azóta folyamatosan jártam az önálló műsoraimmal a színház mellett. És ahogy jött az Zentai Magyar Kamara Színház, akkor ugyanez folytatózott, tehát, ott, csak más formában. Ez normálisnak mondható, hogyha Zentán eljátszátok, akkor elviszitek máshova, és kipénzeli ezt a tájolást. Van-e segítőtök, vagy önerőből? Teljesen normálisnak mondható, mert még oda is visszamennék, hogy az Újvidéki Színházban, amikor főiskolásként játszottunk, és föl is vettek bennünket, akkor is folyamatosan mentünk tájolni. A tanárom, a Soltis Lajos, ő is azt mondta folyamatosan, hogy Újvidéken is kell játszani, de mindenhol máshol. És hát ugye van a Tanya Színházunk is, aki elviszi mindenhova az előadásokat. Nem válaszoltál a kérdésemre most. Ki pénzzel benneteket, ki segít benneteket, hogyha önerőből nem sikerül? Tulajdonképpen ezek nem óriási pénzek, de mégiscsak pénzek. Vannak helyek, ahol ezt nem tudják kifizetni, azokon a helyeken a Magyar Nemzeti Tanács pénzeli ezt is áll mögötte. Nekünk a Magyar Nemzeti Tanács alapítónk is, tehát végül is, ha akarná, kötelezhetne is bennünket, de erről itt szó nincs, mert hogy ez magától értetődik. Tehát azon felül pedig vannak helyek, ahol saját maguk kifizetik az előadást. Ilyen volt Becse is legutóbb, tehát attól függ, hogy mekkora a település. Közeljövőben merre mentek, és mit játszik a társulat? Legközelebb március 17-én játszunk Magyar Csernyén, ahol az autótolvajokat játszuk. De azon fölül utána, április közepén pedig megyünk az amatőr színjátszó találkozónak az áró akkordjaként, előadjuk a Május van tisztelt úr című előadásunkat. Tehát ezek vannak a közeljövőben terben. Tavaly ősszel nyílt meg a kamaraterem. Sikerült-e belaknotok nektek színházi embereknek, színészeknek, igazgatónak, illetve a közönségnek? Hát a közönség az nagyon dicséri, nagyon tetszik neki, hiszen a székek kényelmesek, de hát ez is egy nagyon fontos szempont volt, hogy a székek kényelmesek legyenek, lássák a színpadon minden színpadnak minden centiméterét, belássák, és halljonak is jó, és tehát az akusztikája a teremnek szintén nagyon jól sikerült, bár nem volt semmi plusz akusztikai mérnököt, nem kértünk fel arra, hogy most mérje fel, de az építésszel együtt a közös tapasztalat, én színházi tapasztalataim, az ő építészeti tapasztalatai alapján alakítottunk a falakra olyan akusztikai töréseket, ami miatt jobb lett a hang, de úgyhogy tehát a nézők azok jól érzik magukat. Mi... De van-e több néző? Vagy van-e elég néző? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy Zentán mi a helyzet? Röviden, ha kérhetlek. Mihez képest? Néhány évvel ezelőtthöz képest. Meg vagytok-e elégedve a nézőszámmal? Hát én azt hiszem, hogy ott Zentán ugye folyamatosan arra törekedett minden vezetőség, hogy nyitott politikát végezzen, kultúrpolitikát végezzen, és ez annyiba
merült ki, vagy abban mutatkozott meg, hogy Újvidékről, Szabadkáról és Magyarországról is folyamatosan jöttek előadások. Amiután én ott irányítom a színházat, azóta ez nem változott, tehát szerintem is ugyanez a tendencia kell, hogy maradjon, hogy mindenféle színházat meg kell, hogy mutassunk, nem csak a sajátunkét, nem csak saját magunknak kell ki sajátítanunk a nézőket, ebből kifolyólag a néző szívesen jár hozzánk, és én nem érzékeltem, készítünk statisztikát, tehát az utolsó 10 évben folyamatosan egyre több a nézőnk zentán is, de azt hiszem, hogy ez most már azért megáll egy bizonyos számon, tehát egyszer csak nem, nincs több ember, tehát nem, fizikailag nem lehet már több embernek játszani. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok-sok nézőt kívánok a Zentai Kamara Színháznak, neked pedig jó munkát, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Dínók és őslények lepik el Szegedet nyártól. 2019-ben kezdődik a Móra Ferenc Múzeum felújítása, amely közel másfél éves zárvatartással jár együtt. A hosszú szünet előtt egy különleges kiállítással búcsúznak majd a közönségtől, amely egyenesen az Egyesült Államokból érkezik, elsőként Európában, Szegedre. A nemzetközi jelentőségű dinoszaurusz kiállítás a világ legnagyobb őslény bemutatójaként tartják számon. A nyár folyamán dinoszauruszok foglalják el a Móra Ferenc Múzeum teljes területét. Itt a bejáratban is két hatalmas dinó fogja várni a látogatókat. A maketteket hajón fogják elszállítani Amerikából Szegedre. Ez lesz a múzeumnak az utolsó nagyszabású kiállítása, mielőtt hosszabb időre bezárja kapuit a látogatók előtt. A főszervező Don Lessem, tekintélyes dinoszaurusz kutató, aki többek között a Jurassic Park című film szakmai tanácsadója is volt. A kiállítás nem csak szórakozást nyújt majd, de a komoly tudományos ismeretterjesztést is célul tűzte ki. Fontos, hogy legyenek eredeti tárgyak is, tehát lesznek dinócsontok, sőt lesz egy nagyon izgalmas dinó tojás, tehát azt is megnézhetjük, hogy milyenek voltak a dinó tojások. Ugye ez a téma, hogy dinó, nyilván ez egy nagyon széleskörű témát jelent. Annyiban egy picit szűkítjük, hogy ez a kiállítás azt a témát ragadja meg, hogy lettek ezek a jószágok ilyen nagyok. Tehát a dínók növekedésének a tudományos fázisát próbálja bemutatni ez a kiállítás. Az a célunk, hogy egy nagyon populáris, népszerű, közérthető kiállítás legyen. A kiállítás fókuszában a családok lesznek, tehát azt szeretnénk, hogyha minél több család jön el a gyerekekkel, de adott esetben a szülőket is érdekelheti ez a téma. Tehát ez reményeink szerint egy nagyon népszerű kiállítás lesz, nagyon sokan fogják megnézni, több tízezren fogják megtekinteni az elképzeléseink szerint. A szakmai hitelét Don Lessem adja, és elképesztően látványos lesz, tehát itt meg fog elevenedni ez a fajta kultúra, a dinók világa. Az élethű makettek nem csupán az őslények kinézetét adják vissza a látogatóknak, de meg is elevenednek előttük. A különleges és nagyszabású dinó kiállítás a tervek szerint július közepén nyitja meg kapuit, és 2019 elejéig lehet majd látogatni a tárlatot. Ahhoz azonban, hogy meglátogassuk a szegedi Móra Ferenc Múzeumot, nem kell az őshüllőkre várni. Számos állandó és időszakos kiállítás várja a látogatókat. A díszterem ajtaja mögött például híres magyar művészek festményei várják az érdeklődőket. Ami talán a legfontosabb, hogy itt állítjuk ki Munkácsi Mihálynak a legendás honfoglalás festményét. Ez a honfoglalásnak az úgynevezett színvázlata. Ez egy önálló festmény, egy hatalmas méretű önálló festmény. A nagyobb méretű az a parlament Nándorfehérvári termében látható. Ugye hangsúlyozom megint csak azt, hogy elfogultak vagyunk, mi itt a Szegedi Múzeum szakemberei, de azt mondják a művészettörténészek, hogy ez a festmény, ami nálunk látható itt a díszteremben, a Munkácsi honfoglalás színvázlat, ez a festmény jobb, mint a nagyméretű, ami a parlamentben látható. Éppen azért, mert nagyméretű, meg ott nagyon sok volt az elvárás Munkácsival szembe. A monumentális festmény előtt állva az ember úgy érezheti magát, hogy szinte belesétálhat az eseménybe. A múzeumban tovább barangolva ismét érdekességre bukkanhatunk. Sokak figyelmét felkelti az első emeleti ajtó melletti felirat. Minden, ami arany.
A tudományos igazgató helyettes belépve a terembe, azonnal egy 407 g-os arany nyakperechez vezetett. Elmondása szerint ez a tárlat egyik legértékesebb darabja. Ennek a nyakperecnek hát olyan szempontból is érdekes a története, hogy ezt is a gyerekek csak úgy simán megtalálták. Tehát ez még nem az ásatás keretében került elő, hanem előbukkant a földből, ahogy a gyerekek játszottak. És hát olyan szinten a gyerekek használati tárgyként kezelték ezeket az aranytárgyakat, konkrétan ezt a bizonyos nyakperecet is, hogy ezt a nyakperecet kihajlították, és ezzel csapkodták a disznó hátát. Tehát amikor terelgették a disznókat, hogy menjenek mondjuk legelni a disznók, akkor az egyik kisgyerek ezt használta ilyen disznópásztor eszköznek. A kiállítások mellett más nagyszabású tervek elé is néz a Szegedi Móra Ferenc Múzeum. Ugyanis a csodálatos neoklasszicista épületen felújítási munkálatokat szeretnének végezni a közeljövőben. Megyesi Konstantin elmondta, hogy az épület stílusa a felújítások után sem változik. Az épületen belül is egy csomó olyan típusú munka lesz, ami lényegében a háttértevékenységet segíti. Tehát olyan gépészeti munkákat végzünk majd el, aminek köszönhetően sokkal könnyebb lesz ilyen nemzetközi nagykiállításokat rendezni. Ugye azt is tudni kell, hogy amikor idehozunk különböző nagy tálatokat, például mondjuk 16-ban ugye a Pompei kiállítás volt itt, és ugye a Pompei kiállításnak elképesztő látogatottsága volt. Amikor ilyen típusú kollekciókat hozunk ide, akkor nagyon komoly műtárgyvédelmi elvárások vannak velünk szembe, és hát most is meg tudunk ennek felelni, de azért most egy picit nehezebb tartani a pára tartalmat, hőmérsékletet. Az állandó tárlatokon belül a gyerekekre és a természet szerelmeseire is gondoltak a természettudományi kiállítás során, de a néphagyomány kedvelőit is lenyűgöző, ma már nem használatos tárgyak várják. A múzeum felújítását várhatóan a dinoszaurusz kiállítás után kezdik meg 2019-ben és 2020-ban várják újra a látogatókat. Ez volt a keddi Hírháttér műsor, köszönöm a figyelmet, maradjanak velünk továbbra is, hamarosan jövünk a legfrissebb hírekkel.